Mózes Ildikó, a kisbolt. Karcsi bácsi és Kati néni egy öreg házban lakott a városban. Nyugdíjasok voltak mindketten. Karcsi bácsi egyik reggel kávézás közben kitalálta, hogy nyissanak boltot a ház földszintjén. Valamikor régen is egy üzlet volt ott, de már lehúzták a redőnyöket. A poros, pókhálós helyiséget már senki sem használta. Csak egy régi felirat lógott a kirakat fölött, az volt ráírva, hogy patyolat. És mit árulnánk ott, te vén bolond? Kérdezte fejét csóválva Kati néni. Ó, hát kis dolgokat, mondta Karcsi bácsi elgondolkodva. Kis dolgokat? De mégis miket? Érdeklődött Kati néni. Kávét, kakaót, kalácsot, kuglófot, kenyeret, krumplit, karfiolt, kolbászt, sorolta lassan Karcsi bácsi. Csupa olyan dolgot, aminek a neve K betűvel kezdődik, csodálkozott Kati néni. Miért is ne? Mondta Karcsi bácsi derűsen mosolyogva. Képzeld csak el, ki lesz írva a kirakat fölé, hogy Karcsi bácsi és Kati néni kisboltja. Minden kapható, ami K betűvel kezdődik. A két öreg lelkesen takarítani kezdett. Leszették a pókhálókat, söpörtek, felmostak, padlót sikáltak, és a polcokat is fényesre suvickolták. Vacsora után Karcsi bácsi elővett egy kockás füzetet, és ráírta komótosan, hogy kisbolt. Ebbe írjuk az összes dolgot, amit árulni fogunk. Diktáljad, Katicám, mondta Karcsi bácsi, és kihegyezte a ceruzáját. Írjad akkor! Kenyér, káposzta, kókuszdió, karalábé, köménymag, kendermag, kukorica, kefír, sorolta Kati néni. Kés, kard, kanna, kalapács, kötél, könyv, folytatta Karcsi bácsi. Kecske, katicabogár, kuncogott Kati néni. Kecskét és katicabogarat nem fogunk árulni, csattant fel Karcsi bácsi mérgesen. Az összes kábetűset mégsem árulhatjuk. Így beszélgettek késő estig, közben írták a füzetbe a termékeket. Másnap reggel beültek az autóba, és elmentek árubeszerző körútra. Telerakták a csomagtartót, a hátsó ülésekre is pakoltak, és még a tetőcsomagtartókra is tettek kosarakat. Miközben rakottak, Kati néni újabb és újabb ötletekkel állt elő. Kosarakat is árulhatnánk, és kártyát, és képet, és keretet, és karikát, és... Jó, de már így is tele lesz a bolt mindenféle kacattal, nevetett Karcsi bácsi. Berendezték a boltot, megtöltötték a polcokat. Karcsi bácsi beüzemelte a pénztárgépet, Kati néni árcédulákat vigyeztett a termékekre. Egész nap dolgoztak. Késő délután lett, mire mindent a helyére tettek. Reggel a rádió ébresztette őket. Kossuth Rádió Budapest. A pontos idő 5 óra. Jó reggelt, kedves hallgatóink! Híreket mondunk. Meg nem erősített információ szerint ma új bolt nyílik a főtéren. Mindent lehet kapni, aminek a neve K betűvel kezdődik. Hallottad? Bemondták, hogy ma nyit a boltunk. Ugrott ki az ágyból izgatottan Karcsi bácsi. Jöttek is a vásárlók, és mindenki K betűs dolgot akart vásárolni. Jó napot! Kecske van! Adjon Isten! Kerékpár kapható! Csokolom, egy kiló kekszet kérek. Tessék mondani, kerítés van. És kapa? Egy kávéfőzőt kérek. Én káposztasalátát. Már megbocsásson, de én voltam itt előbb. Karcsi bácsi és Kati néni kétségbe esetten próbálta kiszolgálni a vevőket. Nem, kérem, sajnos nincsen kerékpár. És kávéfőző sincs. Nézzenek be a jövő héten. Kaméleon? Krokodil? Nem, sajnos azokat sem tartunk. A vevők csalódottan távoztak. Karcsi bácsi és Kati néni szomorúan húzta le a redőnyöket. Mi lenne, ha nyitnánk egy zöldséggyümölcsboltot? Kérdezte halkan Kati néni. Néhány nap múlva megnyílt a kis üzlet. Az emberek szeretnek oda járni, mert a piac messze van, de a kisboltban mindig friss árut kapnak. A kirakat fölötti táblán ez áll. Karcsi bácsi és Kati néni zöldséggyümölcsüzlete.